Villogó tűzoltóautókkal és mobillaborral érkeztek meg a tűzoltók és a katasztrófavédők a Nyíregyházi Egyetem uszodájához. A tűzoltók maszkban, palackkal kutatták át az épületet, a klórgázmérgezés sérültjeit keresték. Kettő volt, aki súlyosabb, de már itt van mind a kettő a mentőben. A nyíregyházi mentők 4 esetkocsival érkeztek a helyszínre, a súlyosabb sérülteknek infúziót adtak, másoknak pedig oxigénnel könnyítették a légzését. Egy úszómester azt mondta, arra lettek figyelmesek, hogy egyik pillanatról a másikra szúrósá vált a levegő az úszodában. Azonnal menteni kezdték a medencében lévő embereket. Sikerült kimenteni épp a medencébe tartózkodókat az úszómestertársammal ketten, és így mindenkit biztonságosan sikerült kimenteni. Volt olyan is, aki az úszodához vezető alaksori folyosón lett rosszul. Én csak éreztem ezt a szagot, és visszaforrultam lentről. Én még akkor mentem be, mikor már itt jó sokan köhögtek az ablakból az úszodába, és én csak lementem, meg visszajöttem, mert nem bírtam. Az úszodában ezen a délelőtt viszonylag kevesen, összesen 9-en tartózkodtak. Az épületből sikerült mindenkit rövid időn belül kihozni. A baleset úgy történt, hogy éppen feltöltötték az úszoda vegyszeres tartályait, azonban 2 szert összekevertek, amiből klórgáz keletkezett. A balesetet az okozhatta, hogy hipót, illetve kénsavat öntöttek az épületen kívül egymásba teljesen véletlenül egyébként. Amikor ezt tapasztalták, akkor megpróbálták közömbösíteni, azonban a kifejlődött klórgáz visszajuthatott az épületbe, és ez okozta a mérgezésüket. A baleset összes sérültjét a nyíregyházi József András kórházba szállították megfigyelésre. Súlyos esetben akár halált is okozhat. A klórgáz nagy koncentrációban 1-2 percen belül halált is okozhat, de már kis mennyiség is roncsolhatja a tüdőt. Roncsolja, károsíthatja, és hogyha ez tartósan, akkor ez ugye egy maradandó tüdő károsodást is okozhat, ugye akkor valamiféle asztmaszerű betegsége visszamaradhat a betegnek, ha túléli a mérgezésnek ezt a súlyos formáját. Az uszodai klórmérgezés sérültjeit a József András Kórház sürgősségi osztályán ápolják. A híradó információi szerint többek között légzéskönnyítő, tüdőtágító gyógyszereket kaptak, és megfigyelésre egész délután bent tartották őket.